Vigyázat! A mai adásunk katasztrofális lesz. Rejtélyes igazságok. Műsorvezető Jonathan Frakes. Olyan világban élünk, ahol hihető és hihetetlen dolgok is történnek, illúziók takarják el az igazságot, és a lehetséges magyarázatok lehetetlennek tűnnek. Ön képes eldönteni, mi igaz és mi nem. Mindenekelőtt meg kell békélnie egy fontos ténnyel, néha az egyetlen magyarázat nem észszerű. Manapság sok szó esik a katasztrófákról. Az egyik napon nagy hajók elsüllyedéséről, a másikon pedig közelgő üstökösökről folynak beszélgetések. Persze a katasztrófák csak a nézőpontunkon múlnak. Van, aki ránézve erre a képre egy hatalmas békés hegyet lát. Mások szerint ez egy cső, amely egy vége láthatatlan mélységbe vezet. A mai történeteinkben katasztrófák hatalmas szerepet játszanak majd. Lesz olyan, ami megtörtént eseten alapszik, és lesz kitaláció is. A műsor végén megtudják a válaszokat. Egy jó tanács. Ha próbára teszi az ítélő képességét, legyen rendkívül elővigyázatos és figyelmes. Ne hagyja, hogy csőbe húzzuk. Cheerio, salü, prosit, lahájem. Minden népnek, minden kultúrának megvan a maga szava a pohárköszöntőre és az ünneplésre. Ez az életigenlő szokás fontos, ugyanis reményt ad a jövőre, és felidézi a múltbeli gyötrelmek fölött aratott diadalokat. A Chandler házaspárnak jó oka van az ünneplésre. Furcsa körülmények között maradtak életben. Menjünk mi is, ünnepeljünk velük. Mondjunk hát pohárköszöntőt. 1937 tavasza. Charles és Gwen Chandler szeretett együtt utazni a Delaney házaspárral, Philippel és Margarettel. Már bejárták a világot. Gwen és Charles eldöntötték, hogy így ünneplik meg a 22. házassági évfordulójukat. Szeretnék toastot mondani. A gondtalan utazásokra és a boldog megérkezésekre. Igen. Én is szeretnék toastot mondani. A 22 éves házasságra. Legyetek együtt még, vagy 22-ig. Köszönjük. Emlékszel még, mi történt 22 éve? Nem jutottunk el az álomnászatunkra. Azért csak bepótoltunk. Igen, az a rejtélyes nászat. Nem árulnátok el végre, hogy mi volt az, ami megváltoztatta a terveiteket? Az a helyzet, hogy ami történt, az annyira hihetetlen, hogy úgy döntöttünk, titokban tartjuk. Gyerünk, Charlie, ki vele? Mondd már el a történetet. Ez nem egy sima történet, ez egy igaz történet. Charlie! Nyugalom, Gwen. Fiatalok voltunk, és szerelmesek. Összeházasodtunk, és pár nap múlva Európába akartunk utazni egy varázslatos és káprázatos nászútra. A hajó csak délután indult, ezért úgy döntöttünk, hogy sokáig alszunk. Emlékszel arra, hogy pontosan egyszerre ébredtünk fel? Igen. Már csak be kellett pakolnunk, és indulhattunk is. Sosem felejtem el, mi történt, amikor ki akartunk kelni az ágyból. Na, mi történt? Hát, a történet innentől már különösebb lesz. Amikor ki akartunk kelni az ágyból, nem tudtuk elengedni egymás kezét. Ekkor vettük észre, hogy a gyűrűink valahogy egymásba olvadtak. Mi? Ilyen képtelenséget még nem hallottam. Mondtam, hogy hihetetlen. A gyűrűk nem olvadnak egymásba. Ez hogyan lehetséges? Fogalmunk sincs arról, hogyan történt, de a sors akarta így. Próbáltuk, de nem tudtuk elválasztani a kezünket. Össze voltunk kötve. Akkor miért nem bújtatok ki belőle? Próbáltunk, de az ujjaink megduzzadtak. Nem tudtuk lehúzni. Végül hívtunk egy ékszerészt a szállodai szobánkba. Ő is döbbent volt, még sosem látott ilyet.
óvatos akart lenni, nehogy kárt okozzon a gyűrűben vagy a kezünkben. Akkor már nagyon kezdtünk aggódni, hogy lekéssük a hajó indulását. Semmit se tehettünk. Még csak át se tudtunk öltözni. Ez remek történet. És még korán sincs vége, Filip. Nem hiszitek el, hogy ezután mi történt? Az ékszerésznek végre sikerült elválasztani a gyűrűinket és az ujjainkat egy különleges szerszámon. És elértétek a hajót. Ez csodás történet. Csak várt ki a végét. Sajnos már későn értünk a kikötőbe. A hajó elment. Csak perceken múlt. Ó, még sosem hallottam ilyen szomorú történetet. Az volt életünk legnagyobb szerencséje. A hajó, amire fel kellett volna szállnunk, éppen a Lusitania volt. Hat nap múlva egy német torpedó elsüllyesztette. 1200 ember meghalt. Ez elképesztő. Azóta ezek a gyűrűk a kabaláink. Látni, ahol szétvágták őket. Ez valóban egy csoda. Akkor szeretnék egy újabb tósztot mondani a világ legszerencsésebb házaspárjára, Chandlerékre. Így van. Charlesra és Gwenre. Nézzétek! Az utasok a sétafedélzetre mennek. Biztos éppen most szállunk le. Menjünk. Micsoda kilátás! Egyszerűen bámulatos. Meglepően jól bírtam ezt a repülést. Tulajdonképpen melyik város fölött vagyunk? Azt hiszem, ez Lakehurst. Nagyszerű! Mindjárt leszállunk. Szerencsére nem történt semmi az úton. Hihetetlen, hogy 2,5 napja még Frankfurtban voltunk. Ezentúl is inkább léghajóval fogok utazni. Még sosem jártam Amerika ezen részében. Holnap elmegyünk New Yorkba is. Annál a férfinál van egy mikrofon is. Biztos ő közvetíti a leszállást. Egy utolsó toszt. Erre a nagyszerű léghajóra, a Hindenburgra. Csirió. Csirió. Most mozdulatlanul lebeg. Kidobtak néhány kötelet a léghajó orrából, és néhány ember a földről megpróbálja lehúzni. Már megint esik az eső. A léghajó kicsit megrázkódott. Úristen, felrobbant a hajó hálója! A történelem szerelmesei biztosan tudják, hogy a Hindenburg nevű luxus léghajó leszállás közben felrobbant. Minden idők egyik legnagyobb légi szerencsétlensége volt, az utasok fele odaveszett. Bár Charles és Gwen Chandler szerencsésen lemaradtak a Lusitániáról, a végzet végül utolérte őket is. Vajon ez a különös történet igaz, vagy csupán a levegőbe beszélünk? A legvégén persze kiderül az igazság. Most jöjjön egy történet egy kirakodó vásárról, amelyet egy furcsa idegen látogat meg. Járt már bolha piacon, turkálóban, vagy egy kirakodó vásáron? Az eladónak rendelkeznie kell igényes árukkal, továbbá nem árt, ha optimista és magával ragadó. Elmo P. Middleton teljesítette ezeket a követelményeket, és emellett még más meglepetésekkel is szolgált. Gyakran jártunk a helyi bolha piacra nézelődni és vásárolgatni. Ám azon a napon eladóként mentünk oda. Valahonnan pénzt kell lesz szereznem, amiből állni tudom a lányom Molly egyetemi tanulmányait. A bolha piac egy hónapig zárva volt a földrengés miatt. Még előfordultak utórengések is. De aznap reggel 8-kor az emberek kint voltak, mintha mi se történt volna. A lányom Molly a világ lehető legeslegjobb kislánya. Rengeteget tanult, és csak egy dolog járt a fejében. Az egyetem. Ez volt az álma. Büszkévé akart tenni azzal, hogy rendes iskolába jár. Nem, mintha már nem lettem volna az.
Minden szülő tudja, hogy az egyetemi költségek magasak. Tandíj, könyvek, szállás. Sajnos ennyit egész egyszerűen nem engedhettünk meg magunknak. A néhai férjem Marv jó ember volt. Mindig gondoskodott a családjáról, de a biztosítása nem volt túl nagy. A fizetésemből épp hogy megélünk. Bár nem volt sok mindenem, mindenféleképpen pénzt akartam szerezni Molly tanítatására. Molly belefeledkezett a gondolataiba. Tudtam, hogy aggódik, mert nem tudta, mi vár rá a jövőben. Eleinte még egyetlen látogatót sem érdekeltek a kirakodott áruink. Mollyval hiába próbálkoztunk, nem tudtuk meggyőzni a vásárlókat. Már 3 órája itt vagyunk, és egy lámpabúrát se adtunk el. Anya, még hosszú a nap. Szívecském, azt hiszem, hogy ez nem volt túl jó ötlet. Segíthetek? Ezek csak átlagos értéktelen vackok. Nem látok semmilyen különleges szuccot. Hé, a kocsijuk nem eladó? Abba azért tudnék pakolni. Ja, sajnos nem. Abba pakolunk mi is. Jó, mindegy. Ne szállítsanak nagy forgalomra. Hát, kösz a jó tanácsot. Anya, gondolkoztam. Azt hiszem, egy ideig még nem megyek egyetemre. Inkább szerzek valami állást. Nem nagy ügy. Hidd el. Akkor is egyetemre mész. Majd megoldjuk valahogy. Láttuk meg a férfit a vén csotrogánnyal. Ha-hó, 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 ha-hó. Az én nevem Middleton. Elmo P. Middleton, igen. Szokatlan és ritka tárgyakkal kereskedem. Ön is érezte? Mit? Hát a rezgést. Nem, én semmit sem éreztem. Majd legközelebb. Elképesztő mennyiségű és minőségű cucc volt az autóján. Nem pepecselt sokat, azonnal kipakolt. Eközben én azon morfondíroztam, hogy ki ez a furcsa férfi, és mit keres Northridge-ben. És azt sem értettem, hogy miért nem érezte a rezgést, amit a többiek igen. Ha-ó, 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 lát valamit, amit tetszik? No, tetszik az valami, az amit látnak, készerek? Mennyibe kerül az a gramofon? Mennyibe? Újnak tűnik. Biztos hamis. Ne kételkedjen az eredetiségében, uram! Mennyibe kerül? Mennyibe van? Mennyibe kerülnek a könyvek? Mennyibe van? Uram, én vásárolni szeretnék. Nyugjon már ki egy árat. Mennyibe van? És önnek, uram, mennyie van? Mennyie van rá? Bármit mondtak neki az emberek, Mr. Middleton folyton ugyanazt kérdezte tőlük. Jöjjenek, jöjjenek! Az embereknek nem tetszett ez a stílus, nem vettek tőle semmit. Szép kis lámpa, nem te? Az. Mennyibe kerül egy ilyen lámpa? Mennyie van? Áj, nem vehetek semmit. Mi is eladni jöttünk ide. Ahogy mindenki más is. Nem, Molly? Honnan tudja a nevemet? Nagyon tetszik önnek ez a lámpa. Igen, de már mondtam, nem vehetek semmit sem. Mennyi pénz van a zsebében? $3. A lámpa az öné, kisasszony! Tessék!
Molly később elmondta, hogy nem tudta, miért adta oda a férfinak a pénzét. Valami furcsa okból kedvelte őt, és bízott benne. Mr. Middleton, Marion itt hagyta a ládát! Az is az öné, Molly! Az is a lábához jár! Milyen különös figura volt? Az! De kedves! Az! Anya, ezt nézd meg! Úristen, ezt nem hiszem el. Ez a Titanicról való. Lefogadom, hogy egy vagyontér. Milyen régi. Gyönyörű. Ezt nézd. A gondolatok cikáztak a fejemben. Ó, Molly. Molly ő apja a Titanicon utazott. Ő is az áldozatok között volt. Ő is pont olyan bajuszt viselt, mint Mr. Middleton. A neve Marvin L. Jergens volt. Te jó ég! Molly, ez az ők apádé. Az értéktárgyak valóban a Titanicról származtak, és fedezték az egyetemi költségeket. De ki volt Elmo P. Middleton? Talán a Jergens család rég elhunyt tagjának a szelleme? Vagy egy öreg ember, aki jót akart tenni egy családdal? Ha igen, hogyan jutott ezeknek az értéktárgyaknak a birtokába? Vajon egy igaz történetet meséltünk el, vagy esetleg mindössze hazugságokkal kereskedünk? A műsor végén kiderül az igazság. Most következik egy újságíró, akit furcsa álmok gyötörnek egy közelgő katasztrófáról. Manapság a friss híreket már egyetlen gombnyomás segítségével is könnyen megtudhatjuk. Azonban az előző századfordulón még távírót használtak, így né? Jack Hogan egy újságíró, aki egy jó sztorira vár. Ez a sztori egyelőre az álmaiban lapul. Csak hogy az álmai rémálmokká vált. Azon a hétfőn 1883-ban éppen egy sztorin törtem a fejemet. Sajnos úgy tűnt, hogy semmi sem történt a világban. Mégis, ahogy körbenéztem, mindenki vadul gépelt. Lehet, hogy csak be akarták magukat hízelegni Treppelnek a főszerkesztőnek. Tessék dolgozni, jó? Halljam a billentyűzet kattanásait. Ez az csak így tovább, Roy. Volli! De mázlista, bezzeg az én időmben nem voltak ilyen modern kekerék, mint neked. Gépelj csak tovább, öcsi! Talán új szalag kell az írógépedbe, Hogan, vagy valami teljesen másokból üldögélsz itt bambán bámulva? Nem, uram. Csak nem tudok miről írni. Miről zagyvász, fiacskám? A jó újságíró mindenhol talál írnivalót. Nézd ki az ablakon. Ez Philadelphia, országunk egyik legnagyobb városa. Legyél már egy kicsit belevaló, fiacskám! Értem, uram. Akkor gyűlöltem a munkámat. Gyűlöltem Philadelphiát. És azt is, ahogy Treppel azt mondta, hogy belevaló. Jack, iszunk valamit? Nem, ma nem, kösz, Wally. Inkább megvárom az estét. Hát, ha végre befut valami érdekes hír. Jól van, Jack. Akkor szevasz! Ám aznap sem jött semmilyen hír. Találnom kellett egy sztorit, de szörnyen kimerültem.
A kanapéra feküdtem, lehújtam a szememet, és rögtön elaludtam. Az álmom olyan valódinak tűnt, hogy úgy döntöttem, papírra vetem. Gondoltam, hát ha eladhatom novellaként. Mint Mark Twain. Ő is úgy lett író, hogy újságíróként kezdte. A történet egy Pralapa nevű trópusi szigeten játszódott. Egy átlagos, békés napnak indult. A benszülöttek halásztak, és a sekély vízben pancsoltak. Egyszer csak a föld durván megrázkódott. Kitört a tűzhányó. A benszülöttek számára úgy tűnt, mintha felrobbant volna a hegy. Az emiatt keletkező szökülár több száz ember életét követelte. Megállás nélkül gépeltem, alig egy óra alatt megírtam a sztorit. Elfáradtam. Az álmom felemésztette minden erőmet. Már csak haza akartam menni, hogy aludjak. Csak hogy a novellát véletlenül az írógépemben hagytam. Siessetek már, fiúval! Átaludtam a reggelt. Miközben az egyik szerkesztő végigjárta az asztalokat, begyűjtötte az írományokat. 5 percen belül nem kész, akkor nem kerül le a mai nap. Ez már elkészült. Mr. Treppel elolvasta az írásomat, amit a szerkesztő egy cikknek nézett. Azt hitte, hogy a történet igaz. Évek óta nem olvastam ekkora sztorit. Joey! Igen. Szólj George-nak, hogy ez megy a holnapi újságba. Ha bejön Jack Hogan, azonnal értesítsen. Rendben. Jack! Szevasz! Oda nézzetek, Kevin. Szívből gratulálok. Szép volt, Jack. Miről beszéltek? Le a kalappal, Jack, gratulálok. A cikked az egész országba hódít. Mi közöltük le először, mi győztünk. Melyik cikkről van szó? Hát természetesen arról a tűzhányó kitörésről a Pralapa szigetén. Mi? Jaj, Mr. Treppel, az a történet, az nem igaz. Mi az, hogy nem igaz? Az csak egy álom volt, amit legépeltem, el akartam adni novellaként. Most helyreigazítást kell írnunk. Hogy tehetnék be egy helyreigazítást, az Isten verje meg? Rajtunk fognak röhögni! De a történet nem igaz, nincs is ilyen tűzhányó. Legszívesebben kitekerném a nyakadat. Tudod mit? Ha véletlenül használnám rád a belevaló minősítést, akkor ne hallgass rám! Mr. Treppel kénytelen kelletlen megírta a helyreigazítást. Joey! Már épp el akarta küldeni, amikor beérkezett egy füles. Egy szokatlanul magas szökőárról Kalifornia partjainál. Joey, hozd vissza a helyreigazítást! Majd újabb jelentés érkezett. Egy borzalmas katasztrófa történt az Indiai óceán közepén. A nap során további hírek érkeztek a Mexikónál és Dél-Amerikánál észlelt hatalmas hullámokról. Hívjátok ide Jack Hogant! Nem hiányzott még egy megdorgálás az ostoba novellám miatt. Látni kívánt, Mr. Treppel? Gyere be! Hát... mégiscsak belevaló vagy, fiacskám. Az álmod igaz volt. Miről beszél? Tegnap délután tényleg kitört egy tűzhányó a Szunda-szorosban. Méghozzá egy Krakatau nevű szigeten Jáva és Szumátra között. Még most is tombol. A világ minden csücskéből hatalmas szökőárakról érkeznek hírek. Ezt nem hiszem el. Krakatau. Aha. De a benszülöttek úgy hívják, hogy Pralapa.
Jack Hogan látnok volt? Előre megérezte a tűzhányó kitörését? Vagy csak egy különös egybeesés volt? Ha igen, honnan tudta Krakatau szigetének eredeti nevét? Ezt a nevet csak az őslakosok használták, Jack nem ismerhette. Vajon a szenzációs cikk története igaz, vagy mi csak megálmodtuk? A műsor végén természetesen eláruljuk az igazságot. Most pedig következzen egy történet egy repülőgépről és egy utasról, aki pokoli út elé néz. A repülőgéppel megszökhetünk a világ gondjai elől, különösen, ha nyaralni megyünk. Nem kell vinnünk se telefont, se számítógépet, jól érezhetjük magunkat, pihenhetünk, amennyit akarunk. Bess McGuire vakációra megy. Már eddig is sokszor repült Európába, Ázsiába, de most még sejtése sincs arról, hogy ezúttal az út hogyan végződik. Alig hittem el, hogy végre feljutottam a gépre. Már régóta álmodoztam erről a vakációról. Egy hét Tahiti szigetén. Nincs telefon, nincs tárgyalás. Egy hétig süttethetem a hasamat a csendes óceáni tengerparton, miközben koktélt kortyolgatok. Hello, ön a 3-as B sorban. Köszönöm. Hölgyem! Hölgyem, az első osztályt arra találja. Első osztályt? Én nem oda vettem jegyet. Biztosan áthelyezték. Ez érdekes, nekem nem is szóltak róla. Úgy tűnik, hogy szerencséje van. Aha, biztos. Az út jól kezdődött. Még sohasem ültem első osztályon. Erre most véletlenül odaosztottak be. Hölgyem, elnézést, de rossz székben ül. A B az a külső ülés. Elnézést, nem vettem észre. Semmi gond. Ha gondolja, szívesen helyet cserélek önnel. Nem, köszönöm. Itt is jó lesz. Aggasztott, hogy nem azon a helyen ülök, ahol kellene, de nem gondoltam rá. Kizárólag élvezni akartam az utazást. Ekkor egy újabb érdekes dolog történt. A pilóta személyesen hozzám beszélt. Élvezi az utat, hölgyem? Igen, nagyon. Még sohasem utaztam első osztályon. Jó érzés. Jobb lesz, ha bekapcsolja a biztonsági övét. Előfordulhat, hogy légörvénybe kerülünk. Kedves ember. Tessék? A kapitány. Ön észre sem vett? Nem figyeltem. Pedig éppen itt állt. Igen, de jobban teszi, ha most visszaül a székébe. Apatikuskodik. Teljesen fölidegesít. Akkor eléggé furcsának tűnt, de így visszaemlékezve már minden teljesen világos. Kapitány beszél, csak annyit szeretnék mondani, ha minden jól megy, egy óra múlva elérjük Avaku szigetét, ahol leszállunk, majd 2 óra múlva folytatjuk utunkat Tahiti felé. A kapitány bejelentése után különös érzés fogott el. Nagyon ideges lettem, feszült. Vajon miért mosolyogtak rám azok az utasok? Mintha olvastak volna a gondolataimban, és meg akartak volna nyugtatni. Ettől még idegesebbé váltam. Elnézést. A torkomban dobogott a szívem. A feszültség nőtt. Figyelem, minden utas azonnal foglalja el a helyét. Vajon mi ütött belém? Elnézést. A kapitány azért figyelmeztetett minket, mert megkezdtük a leszállást Avahura.
Én nem hallottam a figyelmeztetést. Micsoda, hogy nem hallotta? A kapitány most szólt, hogy minden utas foglalja el a helyét. Dehogy szólt. De a mosdóban hallottam. Itt miért nem hallatszott? Nem hallottam. Ha hallatszott volna, nem mászkálna ide-oda a többi utas. Minden rendben? Oh, persze, csupán rám tört valami különös érzés. Sokan félnek a repüléstől. Én nem, én szeretek repülni. Csak próbáljon lazítani. Mindjárt leszállok. Kapcsolj be az övét. Hallottam a fejemben a légikísérő figyelmeztető hangját. Szólt, hogy kössem be magam. Gondoltam, szólok a mellettem ülő férfinak is, de nem akartam tovább idegesíteni a félelmeimmel. Amikor balra fordultam, láttam, hogy a férfi eltűnt. Valami hiba miatt az ajtó lerepült, és a gép bal oldalán egy hatalmas lyuk keletkezett. A törzs és a tető egyszerűen leszakadt. Nem sokon múlt, de megúsztam. Jó néhány utas, köztük Bess McGuire, szerencsésen életben maradt. A Bess előtti négy sorban ülő utasok meghaltak, a szomszédos székben lévő férfi is, és Bess majdnem odaült. Különös és megmagyarázhatatlan körülmények vezették Bess-t a lehető legjobb székbe. Talán jelen volt egy angyali erő azon a járaton? Más utasok is említést tettek furcsa történésekről. Vajon az angyalok munkálkodtak, vagy csupán az íróik? A műsor végén kiderül az igazság utolsó történetünkről is, amely egy csapdába esett kislányról és a hihetetlen megmeneküléséről szól. Az időjárás előrejelzés nem tippelgetés. A bolygónkat figyelő műholdak segítségével már előre tudomást szerezhetünk a meteorológiai katasztrófákról. A tornádók és a hurrikánok előre megjósolása már több száz ember életét megmentette. De áldozatok mindig vannak, mint például a kicsi Luisa. A pincében játszott, amikor lecsapott a vihar. Csapdába esett, élete csak egy hajszálon függ. Kedvenc kifejezése a Buenos Dias, így mondják spanyolul, hogy jó napot. De ezt a napot sajnos nem nagyon nevezhetjük jónak. Tegnap egy tornádó házakat és egy helyi középiskolát rombolt Forik, Texas délkeleti részén. A forgószél váratlanul csapott le a délutáni vihar alatt. Legalább 8 ember életét vesztette, továbbá 60 sérültről és tucatnyi eltűnt szeméről számolt be a texasi katasztrófa elhárítási hivatal. Na, csináljuk! Közelebb! Jó. Jól van, akkor kezdjük, indíts! Menjünk, nyomás! Már 24 óra eltelt a vihar óta, de a mentő alakulatok még folytatják a keresést esetleges túlélők reményében a romok alatt, ami egykor az otthonuk volt. Wanda López, KNSC hírcsatorna. És rácok, nézzük meg erre is! 14 órán keresztül túlélőket kerestünk a környéken. Már éppen feladtam volna a reményt, amikor hirtelen meghallottam egy gyermek hüppögését. Állj! Hé, van valaki odalent? Van valaki odalent? Már órák óta itt dekkolunk, nincs itt senki. Gyere! Várj! Halljátok? Egy gyerek lehet. Hallak, szívecském, hallak! Hogy hívnak? A nevem Luisa. Jól van, Luisa. Cseppet se izgulj, kiszedünk onnan. Biztos a pincében rekedt. Kérem, segítsenek, annyira éhes vagyok és fáradt. Luisa, bogaram, figyelj, az én nevem Skip. Szívecském, most légy nagyon bátor kislány, hamarosan kiszabadítunk. Rendben. Szerinted? Ha innen beásunk, akkor ráomolhat az egész. Körbe kell mennünk, de az meg tovább fog tartani. Luisa, lemegyünk érted, sietünk, ahogy tudunk.
Mozgás, rácok, ki kell szabadítanunk. Munkára! Fáj a fejem! Beütötted a fejecskédet? Igen, vérzik is. Kérem, szabadítsanak ki! Ne izgulj, kiszabadítunk, megígérem. Haladtok? Kissé lassan. Siessetek, a lánynak fejsérülése van. Nagyon fáradt vagyok, a nagypapát akarom. Tudom, nem lesz semmi baj, Luisa. Próbálj meg ébren maradni, jó, bogaram? Luisa? Fontos volt, hogy ébren tartsam Luisát. Ha agyrázkódást szenvedett, könnyen kómába esett. Mivel nem tudtam, hogy hány éves, ezért megpróbáltam folyamatosan beszéltetni mindenféléről. Ez a te házad, Luisa? Luisa, ebben a házban laksz? A nagypapát akarom. Ez a nagypapád háza? Igen, a mama elhagyott. Nagypapa minden reggel felébreszt, és azt mondja, Buenos dias, Luisa. Bárcsak itt lenne. Ne aggódj, bogaram, hamarosan kiszedünk. Légy szíves, tarts ki a kedvemért, szívecskén. Luisa, maradj ébren, bogaram. Szólalj meg, Luisa. Luisa. Veszi valaki az adást? Igen, itt Skip. Itt vagyok az Albrecht Roadon. Figyeljetek, egy Luisa nevű kislány az egyik ház pincéjével rekedt. Folyton a nagyapjáért sír. Találjátok meg nekem és hozzátok ide, amilyen gyorsan csak lehet, jó? Ha jutottatok valamire, hívjatok vissza. Jól van, sok sikert. Mi a baj? Kell még egy óra. Egy csomó törmelékbe ütköztünk odalent. Jól van, próbáljatok meg sietni. Én ébren tartom a kislányt. Luisa! Luisa, bogaram, hallasz? Luisa! A központ visszahívott, de sajnos rossz híreket kaptam. Luisa nagyapját holtan találták. Ő volt a tornádó egyik áldozata. Ez biztos? Értem. Jó, értem. Luisa! Luisa, ébredj fel és szólalj meg! Ha-ho, Luisa! Hallasz? A lány nem válaszol, nem bírja már sokáig. Sietünk, ahogy tudunk, Skip, de még kell egy kis Érte. Idő. Luisa! Légy szíves, szólalj meg, szívecské! Buenos dias, Luisa. Buenos dias, Luisa. Buenos dias, Luisa. Buenos dias, nagypapa. Figyelj, szerintünk... Buenos dias, Luisa. Hallottad? Buenos dias, Luisa. Honnan jön ez a hang? Nem tudom. Luisa végig a nagyapja hangjára figyelt, amint az a kedvenc köszönését ismételgette. A hangnak köszönhetően ébren maradt addig, amíg végre bejutottunk hozzá. Itt találtam egy sebesült. A bátorság ma meghozta a jutalmát. Egy csodálatos mentésről számolhatok be. Egy kislány 48 órán át feküdt az otthon a romjai. A hordágyon van. Hozzátok be. Hol van a nagypapám? Buenos dias, Luisa. Buenos dias, Luisa. Az a papagáj Pedro, ő a miénk. Pedro, hol a nagypapa? Buenos dias, Luisa. Buenos dias. Buenos dias, Luisa. Buenos dias. Vajon ez tényleg megtörtént? Lehetséges, hogy egy papagájnak köszönhetően maradt életben a kislány? Talán a félelmei közepette Luisa azt hitte, hogy az elhunyt nagyapja hangját hallja, vagy a nagyapa szelleme a papagáj testébe költözött, hogy megmentse a drága kisunokáját. Vajon ez egy komplett hazugság, vagy igazság rejtőzik a romok alatt? Itt az igazság pillanata. Melyik történet volt igaz és melyik nem? Következzenek hát a válaszok. Járjuk át újból a történeteinket, és leplezzük le őket szépen sorban. Mi van a házaspárral, akik a Lusitániáról való megmenekülést a Hindenburg fedélzetén ünnepelték meg? A hajó, amire fel kellett volna szállnunk, éppen a Lusitánia volt. Hat nap múlva egy német torpedó elsüllyesztette. 1200 ember meghalt. Ez elképesztő.
Azóta ezek a gyűrűk a kabaláink. Látni, ahol szétvágták őket. Ó, ez valóban egy csoda. Akkor szeretnék egy újabb tosztot mondani a világ legszerencsésebb házaspárjára, Csendörékre. Igaz-e a bal szerencsés házaspár története? Nem. Csupán mese. Nézzünk bele a bolha piacon felbukkanó különc férfi történetébe. Szép kis lámpa, nem de? Az. Mennyibe kerül egy ilyen lámpa? Mennyie van? Vajon a bolhapiacon kincset találó család története egy valóságos eseten alapszik? Nem. Az egyik írónk találta ki. Lássuk a tűzhányó kitörést előre megérző újságíró történetét. Igaz vagy hamis? Hát, mégiscsak belevaló vagy, fiacskám. Az álmod igaz volt. Miről beszél? Tegnap délután tényleg kitört egy tűzhányó a Sunda szorosban. Méghozzá egy Krakatau nevű szigeten Jáva és Szumátra között. Még most is tombol. A világ minden csücskéből hatalmas szökőárakról érkeznek hírek. Vajon ez egy megtörtént eset? Igen, az. És mi a helyzet a nővel, akire angyalok vigyáztak a balul sikerült repülő útja során? Hölgyem, elnézést, de rossz székben ül. A B az a külső ülés. Ó, elnézést, nem vettem észre. Semmi gond. Ha gondolja, szívesen helyet cserélek önnel. Nem. Köszönöm, itt is jó lesz. Fura. Úgy gondolta, hogy ez egy igaz történet? Helyes? Igaz? Végül egy csapdába esett kislányt a Buenos Dias kifejezés mentett meg. Vajon megtörtént? Légy szíves, szólalj meg, szívecském! Buenos Dias, Luisa. Buenos Dias, Luisa. Buenos días, Luisa. Buenos días, nagypapa. Buenos días, Luisa. Figyelj, szerintünk... Buenos días, Luisa. Hallottad? Aha. Honnan jön ez a hang? Nem tudom. Lehetséges, hogy az életmentő papagáj történetének valósak az alapjai? Tévedés. Csak mese. Ma hogy ítélkezett? Eltalálta mindet, vagy katasztrofális lett a mérlege? Remélhetőleg bebizonyítottuk, hogy a valóság és az illúzió között a katasztrófák esetében is csekély a különbség, és néha még itt is akadnak rejtélyes igazságok. A viszontlátásra. A következő részben újabb 5 rejtélyes történetről derül ki az igazság. Maradjanak velünk, mert már is kezdődik az emberi történetek.